Több karátos gyémántát csiszolták az építészek kerületünk kékkövét a Kossuth teret. Igazi közösségi helyé varázsolták. A most felújított 90 ezer négyzetméteres park tervezését még 2011-ben kezdte el a város vezetése. Ugi Attila polgármester ünnepi beszédében kitért arra, hogy egy közösség főterének lüktető ritmust kell visszhangoznia. Annak külön örülök, hogy emellett sikerült egy olyan fontos helyi kötődést és kapcsot is beépíteni, ami Kondor Béla személyét és Kondor Béla művészetét jelenti. Ez köti össze a kerület múltját a kerület jelenével és remélhetőleg a jövőjével is ezen a parkon keresztül. A Kossuth téren lépten nyomon Kondor Béla grafikai ötleteivel találkozunk. A térkövezésének figurái és a padok alakjai mind-mind a nagyszerű képzőművész kézlenyomatai. A park azonnal elnyerte a fiatalok tetszését. Tetszik a kő, meg hogy az utak így meg vannak csinálva, meg a padok is olyan hangulatos, az egész, meg fel lett újítva, meg lesz kávézó, úgyhogy itt jövünk a villamos, majd leszállunk, és kávézunk reggelente, meg minden, tök jó lesz. Szóval nem kell egész parkot megkerülni, mi át tudunk sétálni az iskolához. Szóval az is jó. A Kossuth tér parkjában megmaradtak a régi fák, a kikopott füvet kicserélték, és a tervezés során a lakosság véleményét többször is kikérték a mérnökök. Egy ilyen léptékű fejlesztés után egy megszépült Kossuth téren talán még szívesebben töltik majd a kerületi polgárok a szabadidejüket, és bízom benne, hogy mindenki számára ez egy fontos találkozási pontként fog szolgálni, legyenek bár Pesszent Imreiek vagy Pesszent Lőrinciek. A Kossuth téri beruházás több mint 200 millió forintból valósult meg, melyből csaknem 180 millió forintot a fővárosi térközpályázaton nyert el az önkormányzat.